Tisztelettel üdvözlök mindenkit ezen a mai beszélgetésen, ez most már a 8. vagy 9. ilyen beszélgetés az év során, és jövőre talán folytatódik, meglátjuk. Engem Mezei Balázsnak hívnak, a Korvinus Egyetemnek a kutatóprofesszora vagyok. Előtte 18 évig dolgoztam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, azt megelőzően is az ELTE-n, és a fő profilom mindig vallás, filozófia, valláselmélet, vallás és filozófia témái voltak. Ez a beszélgetés sorozat a Magyar Filozófiai Enciklopédia egyik elágazása. A Magyar Filozófiai Enciklopédia, ezen a címen meg lehet találni az interneten és az ismertető honlapunkat, tehát hogyha valaki rákeres, akkor ne érje csalódást, mert a cikkeink ott nem érhetők el, a enciklopédia cikkek, pontosabban vannak úgynevezett mintacikkek, amelyek olvashatók, de az 3 mintára. Tehát ez a Magyar Filozófiai Enciklopédia most már 3 éve futó vállalkozás, ennek a fő iránya természetesen az enciklopédia cikkeinek megírása, ez 800 cikket jelent magyar nyelven, és aztán lesz egy angol verziója is a tervünk szerint, és ehhez kapcsolódva egyfajta kutatóműhelyként működik. Van könyvsorozatunk is, amelyik már elindult, a honlapunkon szintén meg lehet nézni, illetve vannak ezek a beszélgetések időről időre, amelyek több-kevesebb emberi érdeklődését fölkeltik, és ezekre az alkalmakra mindig egy-egy érdekes témát választunk ki, és kiemelten hozzáértő, respektált, szakértő kollégákat szoktunk meghívni, és akkor rögtön szeretném is bemutatni Székely László urat, aki az MTA Filozófiai Kutatóintézetének nagyon hosszú ideig a munkatársa volt, és Magyarországon voltaképpen egyedüliként dolgozta föl a tudományos kozmológia és az ezzel összefüggő vallási metafizikai kérdéseknek a körét, értékelte az ide vonatkozó érveket, rendkívül nagy tudással, rendkívül komoly hozzáértéssel, mindenki láthatja az írásaiból vagy a könyveiből, hogy nagyon örülök, hogy eljöttél és beszélni fogsz nekünk a feltett kérdésekről, illetve Kodácsi Tamás urat, aki tudományfilozófus, tudománytörténész, komputerszakember is, hogyha jól emlékszem, de ezen túlmenően most fontossági sorrendben alulról fölfele haladok. A Károly Gáspár Református Egyetemnek is a tanára, illetve, mint kiderült, ez most már idejének a nagy részét leköti, református lelkipásztor, lelkész is Dunakeszin, és nagy népszerűségnek és ismertségnek örvend. Én őt többször meghallgattam, az interneten is meg lehet hallgatni, illetve egyszer, nagyon sok évvel ezelőtt, amikor Swinburne-nek a könyvét kiadtuk, Richard Swinburne-ről volt szó, akkor ő szervezett egy beszélgetést, ahol valószínűleg elég hamar kiderült, hogy én nem vagyok matematikus, és nem tudom. Richard Swinburne-ről tudományfilozófiai megalapozású vallásfilozófusról van szó, aki az egyik legkiválóbb kortárs gondolkodó. Most már, igen, most már 80 fölött van jóval. Tehát az ők egyébként, hogy amikor én hazatértem 93-ban friss doktorátussal Magyarországra, azzal, hogy itt újjáépítjük a tudományos, ezen belül a filozófiai életet, és hát a vallásfilozófia, ezt kiemelten fontosnak látszott, hiszen azt megelőzően gyakorlatilag nem volt vallásfilozófia, vagyis az előző a magát kommunistának vagy szocialistának mondó szovjet rezsim ezt tűzelvassal írtotta, aztán egy kicsit engedte ezt Székely László kollégámmal, tudja, hogy volt egy fokozatos lazulás, Lukács Hogy hívták az igazgatót? Lukács? József. Vezetése alatt ugye még egy ilyen kutatócsoport is alakult. Jó, tehát lényeg az, hogy, visszatérően volt alkalmunk ezzel a témával foglalkozni. Na most rátérek arra, nagyon röviden, aztán meg fogom adni a szót a kollégáknak is, hogy mi a mai témánk. Isten és a tudományok, mit tudhatunk ma. Nagyon nagy a téma. Van egy rövid kis ismertető is, amely elolvasható a hirdetésnek a honlapján, de ezt nyilván a rész megjelentek, látták. Itt azért hozzá szeretném azt fűzni, hogy amikor 30 évvel ezelőtt én idehaza elkezdtem a pályafutásomat, akkor egy óriási reneszánsz látszott kibontakozni, egy vallási megújulás, egy vallási teológiai gondolkodásbeli és tudományos megújulás, amelynek az egyik főszereplője, mások mellett az egyik főszereplője az említett Richard Swinburne volt, oxfordi tanár, és az ő könyvét lefordítottuk, meghívtuk Magyarországra még a 90-es években, tehát már igen régen. Majd pedig ennek kapcsán igyekeztem én magam is a saját körömben elvégezni azt, amit fontosnak láttam. Aztán érdekes módon a nagy vallási gondolkodásbeli megújulás átcsapott egy ellentétes mozgásba a 2000-es évektől körülbelül, amikor megjelent az úgynevezett új ateizmus hulláma, és az új ateizmusban rendkívül éles eszű gondolkodók sorakoztak föl, akik ismét elővették részben a hagyományos ateista érveket, részben a tudományos megalapozottságú érveket, és az Istenre vonatkozó kérdést részben értelmetlennek, részben negatív módon megválaszolhatónak, részben pedig szkeptikusan eldönthetetlennek nyilvánították. Ugye ez az új ateizmus azután érdekes módon én úgy érzékelem, vagy úgy észlelem a szakirodalomban, hogy fokozatosan mindent elér, és a vele szemben álló, a 90-es években még nagyon jól látható Isten léte és tulajdonságai mellett tudományos, logikai, olykor matematikai alapon érvelő tudósokkal szemben a többséget képezik mára. Ezzel együtt azt kell mondjam, hogy a téma most is terítéken van természetesen, és óriási az ide vonatkozó szakirodalom. Úgyhogy Magyarországon, igen, még erre azért egy picit ki kell térnünk. Tehát Magyarországon volt egy nagyon hosszú, kifejezetten vallásellenes és mondjuk úgy egy istenellenes ideológiai időszak a 40-es évek második felétől egészen a 80-as évek végéig, amikor létrejött egy olyan tudományos elit az egyetemeken, illetve a tudományos akadémián, amelynek alapfeltevése volt az, hogy az Isten kérdés irreleváns, negatíve megválaszolható, félretehető, sőt, naivitás, sőt, megvetésnél belállnak azok, akik ezzel foglalkoznak, és a többi, és a többi. Majd pedig egy fokozatos enyhülés érvényesült, és egyre másra azért megjelengettek idehaza is olyan művek, amelyek nyugaton a maguk teljes kontextusában nagy-nagy visszhangot váltottak ki. Ilyen módon például Teilhard de Chardin, ennek a jezsuita tudósnak megjelent egy tanulmánygyűjteménye magyar nyelven, talán azzal a címmel, hogy az emberi jelenség, és ugye ez tulajdonképpen egy evolucionista teizmus lenne, természettudományos alapú evolucionista teizmus, de érdekes módon, amikor megjelent ez a könyv, most meg nem mondom, hogy pontosan hányban, mondjuk 1978-ban, amikor a önök még nem születtek meg, akkor Tordai Zádor, az akkori marxista filozófiának az egyik jeles alapja, szükségét érezte annak, hogy ezt a Teilhard de Chardin könyvet ellássa egy bevezetővel, aminek hatalmas címe az volt, ez megragad bennem, nem tudom, hogy te mennyire emlékszel, vagy te látod, de Tamás, hogy miért érdekel engem, mint marxistát így? Igen. Teilhard de Chardin. Röhelyes egyébként mai szemmel, szintjáletes volt az egész, de Tordai Zádor egyébként egy éppenséggel egy kifinomult gondolkodó, de mégiscsak marxista volt. Na, tehát igen, Magyarországon aztán a 90-es években ezt valahogyan pótolni kellett. Én minden erőmet abba fektettem, hogy a magam eszközeivel megpróbáljam pótolni, és nem egy vonalon, hanem több vonalon. Tehát a tudományos filozófiai teológia vonalán, ahogyan Swinburne neve már elhangzott, a saját főképpen centrális filozófiai vonalomon, amelyik a fenomenológia, mert én egy ilyen iskolából jövök, mutatni az, hogy Husserl ükonokája vagyok, szellemi értelemben, Edmund Husserlről van szó. Tehát megpróbáltam ezt pótolni, és mások is ezt csinálták. Tehát a Székely László nyilvánvalóan részt vett ebben, de mások is természetesen. Ennek ellenére ez a bizonyos szkeptikus, a tudományra hivatkozó, az Isten kérdést ilyen alapon elvető, elit tudományos felfogás Magyarországon talán még erősebben érezhető a mai nap is, mint más országokban, tehát más országokban például a teológiai fakultás az a nagy központi egyetemek része Németországban, vagy akár Csehországban is a Károly Egyetem, vagy a Krakói Jagelló Egyetem, stb. Magyarországon nincsen teológiai fakultás az állami egyetemeken, és a Magyar Tudományos Akadémián nincsen sem vallástudomány, sem teológia, mint tudományos fak, osztály. Tehát egyszerűen nem szerepel. És hogy nem szerepel? Hogy nem lehet Magyarországon egy teológus, vagy egy vallástudós akadémikus? Egyébként akadémikusunk azért van ezen a vonalon. Nem tudom, református vonalon. Gál Botond. Akadémiai doktor, de én is az vagyok, akadémiai doktor vagyok, és egyébként vallástudomány vonalon, de akadémikus az ugye a régi szovjet rendszer szerint az egy nagyobb válságos szituációt jelentett, tehát lényeg az, hogy ilyen talán Erdő Péter, máshol nem tudok, de ő is csak azért meg bíboros, Isten éltesse. Na, most már sokáig tartottam magamnál a szót. Nézzék, én fölírtam magamnak azt a kérdést, hogy először is tisztázzuk, mit értünk azon, hogy Isten. Mehetünk azon a sorrendbe, hogy először... A teológus. Tessék, parancsolj. Itt van. Most nem annika jön, hogy hitvallás kell elmondani. Nem. Pont azért gondolkodom, mert... Ha ezt a kérdést teszed fel, professzor úr, hogy mit értünk az alatt, hogy Isten, akkor nekem valamit az értelmemmel kellene megragadnom, amikor Istenről beszélek. És pont én azért ezt látom az egyik kulcskérdésnek, hogy vajon ez működőképes-e. Tehát amikor Istenről van szó, akkor nem az én erőfeszítésem vagy törekvésem az, ami megformálja őt, és nyilván a vallástudományban azokat a jelenségeket vizsgáljuk, amelyek Istenre mutatnak, és Istent valahogyan ábrázolják, kialakítják, de amikor én akarom megérteni azt, hogy mi Isten, vagy én akarom definiálni, az szükségszerű kudarcot jelent. Tehát ezzel az alapvető álláspontomat el is mondtam, hogy én minden Isten érvet ilyen értelemben végül is kudarcnak élek meg, mert hogyha az meg tudná fogalmazni, hogy mit értünk Isten alatt, akkor az nem az az Isten lenne, akiről a Biblia beszél. Paul Tillich volt az, aki egyszer egy előadáson, a God szó helyett vallásfilozófia előadáson mindig azt mondta, hogy page lap. És amikor a végén kérdezték, hogy miért, akkor azt mondta, hogy azért, mert ha azt mondom, hogy Isten, akkor mindenki a saját maga által gyártott Istenképre fog gondolni, de én nem erről akartam önöknek beszélni. Tillich? Igen. Szóval ez a kérdés, ez alapvetően sokkal inkább arról szól, hogy hogyan tekint Isten az emberre, micsoda az ember, hogy gondod van rá, hogy a 8. Zsoltár mondja, és hogyha így nem én akarom ezt definiálni, és igazából amit mondtál az új ateistáknak a törekvésére, azt gondolom, hogy ha az a teista istenképre irányul, arra az istenképre, amit mi magunk fogalmazunk meg, akár valószínűség számításon keresztül, tehát a Bayes tételen keresztül, amit Swinburne idézted, vagy más módon morális istenérvekkel ragadunk meg, vagy kozmológiai istenérvel ragadunk meg, és azt támadják az ateisták, akkor azt mondom, hogy minden joggal támadják. Tehát ez mint lelkész lehet, hogy furcsa, de én nem ateisták, nem ateizmus istenében hiszek, hanem a teista Istenen túl Istenben. Az, aki szétrombolja azokat a gondolatokat, bizonyos értelemben gondolatbálványokat, amit én magam Istenről feltérképezek. Tehát és számomra az Isten akkor érthető, hogyha ez személyes Isten. Tehát ebben a pillanatban most lelkésznek kellene lennem, amikor erre a választ megadom, hogy ez egy olyan személyes megvált, akin keresztül megismerem az Atyát, Krisztuson keresztül. Ezt azért mondtad is, hogy az ajándékot még nem tudtad megvenni. Tehát az az Isten, aki miatt te most az ajándékban is gondolkodsz, hogy most mit kell megvenni, meg meghatározza nem csak ezt a beszélgetést, hanem a beszélgetés előtti, meg az utáni létünket is, a teljes egzisztenciánkat. Köszönöm szépen. Igen. Nem tudom ezt... Igen, én filozófusként próbálok ehhez a témához közelíteni, és megpróbálom feloldani azt a feszültséget, ami az előző fejtegetésben megjelent. Nyilván mindenkinek, aki hisz valamilyen értelemben, transzcendensben és Istenben, megvan a maga személyes Istene, de úgy gondolom, hogy amikor természettudomány és Isten viszonyáról, vagy Isten és természet viszonyáról, vagy vallás és természettudomány viszonyáról beszélünk, akkor nem ez a személyes Istenre kell gondolnunk, hanem egy olyan Isten fogalomra, filozófiai és részben teológiai Isten fogalomra, amely általánosabb, nem ellentétes a személyes Isten fogalomban, hanem beleférnek a különböző személyes Isten fogalmak. És hát e tekintetben én legalább 20 évig tartottam az ELTE TTK-n előadásokat vallás és természettudomány viszonyáról, és a számomra a személyes Isten az annyira belső ügy, hogy ilyen irányba soha nem mentem el az előadásom során. Akkor milyen értelemben beszélhetünk egy ilyen kontextusban Istenről? Nyilván nem abban az értelemben, ahogy a mitikus kozmológiák vagy az archaikus népek beszélnek különböző istenekről. Az európai kultúrkörön belül vagyunk, és az európai kultúrkörön belül filozófiailag Istent úgy határozhatjuk meg, mint egy transzcendens, a fizikai, téridőbeli világon kívüli, nem anyagi, személyes értelemmel bíró lényt. Na most ez a filozófiai Isten fogalomban nagyon szépen beleférnek a különböző személyes hit alapján átélt Isten élmények, de nagyon még rögtön ellenvetésnek megfogalmazni, hogy ez még mindig nagyon szűk, mert ez igen erősen a keresztény kultúrkörhöz kapcsolódik. Na most egyik oldalról az a kultúrkör, amiben élünk, bármennyire is állítják sokan ennek az ellenkezőjét, nagyon mélyen a keresztény, nyugati keresztény kultúrkör, ennek a közegében filozófálunk is, még az ateisták is valamilyen formában, tehát itt és most természettudomány és vallás, Isten és természettudományról beszélve nem túl szűk ez az Isten fogalom. De én kitágítanám azért ezt az Isten fogalmat szélesebb perspektívába. Nagyon fontos, hogy a nem anyagi, értelmi, természetű, és egy bizonyos értelemben filozófiát tekintve az abszolútum. Mit értünk az abszolútum alatt? Azt, amely semmi által nem korlátozott, és mindennek forrása, és ha nagyon ki akarjuk tágítani még ezt az Isten fogalmat, az európai kultúrkörben megfogalmazott különböző abszurdum fogalmak felé, akkor nagyon kitágítva már mondjuk a korai időszakosan első-második század vitához kapcsolódva, mondhatjuk azt, hogy abszurdum, vagy majdnem abszurdum, amely valamilyen értelemben a másik, a fény oldal képvisel abszurdum, amit valamilyen módon alárendelten nem meghatározó módon, de valamilyen módon korlátoz a sötét oldal a gonosz, de ez már nem a keresztény Isten fogalom, de az európai kultúrkörben még ez is belefér. Itt nekünk viszont erre nincs szükség, hogy ennyire finoman foglalkozzunk még ezzel az általános Isten fogalommal is. Téridőn kívüli, nem anyagi természetű értelemmel bíró abszolútum, amely a keresztény hit szerint függően attól, hogy ki hogyan éli meg és milyen Isten fogalomban hisz, vagy milyen Istenben hisz, de ha keresztény, akkor mindennek a teremtője és mindentől származik és örökkévaló. Tehát én azt javaslom, hogy ezt az általános filozófiai Isten fogalom jegyében beszéljünk természettudományos filozófia viszonyáról. Nyilván, hogy Isten és a keresztény hit szerint Isten, a hívő szerint Isten sokkal gazdagabb, sokkal több, ez csak egy aspektusa. És akkor hadd tegyek ki Balázs ismertetéhez, vagy bevezetőhez kapcsolódva személyes élményekre. Ahogy említettem, nagyon sokan, tehát 20 éven keresztül tartottam előadást a ELTE technikán, tehát természettudósoknak vallás és természettudomány viszonyáról. Vegyes benyomásaim voltak, nagyon lelkes és pozitív hozzáállású hallgatók mellett voltak olyanok is, akik szinte megsértődtek azon, hogy a Dawkinsnek a ateista írásait bíráltam, néha egy kicsit ironizálva. És egyszer odajött hozzám egy hallgató, és azt mondta nekem már úgy a vége felé az előadássorozatnak, hogy hát nagyon köszönjük nekem ezeket az előadásokat, mert ő egy nagyon mélyen hívő keresztény, és ugyanakkor nagyon mélyen elkötelezett a természettudományok irányában, azt hiszem biológus vagy kémikus volt, már nem emlékszem, és hogy egész eddig, amíg az én előadásomat nem hallgatta, nagyon mély belső meghasonlás és konfliktus volt benne, hogy egyrészt elkötelezett természettudósnak, tehát természettudománynak akarja szentelni az életét, másrészt hívő keresztény. Ezt úgy érte meg, mint egy belső nagy ellentmondást, egyfajta inkonzisztenciát az ő egész életprogramjába, és az én előadásomat hallgatva világosodott meg, hogy egyáltalán nincs ilyen ellentét. És akkor most itt reflektálnék két nagyon fontos dologra. Az Isten érvek, azok Isten érvek és nem Isten bizonyítékok, és nem arra szolgálnak, hogy egyértelmű az én felfogásomban, nem arra szolgálnak, hogy egyértelmű bizonyítékkal szolgáljanak Isten létezése mellett, inkább azt mutatják meg, hogy a ráció, az ész és az észre alapozó tudományos gondolkodás alapján nincs ellentét, sőt, összhang van az Istenben való hittel. És ennél a egyetemi hallgatónál, de természetesen kötelezte el magát, de milyen hívő volt, az én előadásom csak ennyit mutatott meg neki, hogy nem ellentét van, hanem harmónia van a kettő között. Na most, és akkor ehhez fűznék még, illetve az élményt, és akkor itt attól is hagynám, hogy én 10 éves koromig, amikor birmálkoztam, nagyon-nagyon mélyen hívő keresztény és katolikus voltam, de ahogy Einstein írja a saját életéről, mint ifjú felnövekvő lázadó, én is kezdtem a saját utamat járni, és bizony nagyon hatott rám az úgynevezett természettudományos ateizmus, és különösen nagy hatással volt rám Számba Istvánnak a Hiúz a napban nézszínű Galilei könyve, amiben semmi marxizmus nem volt. Ez azért érdekes, mert jelezni akarom, hogy nem csak a marxizmus terjesztette az ateizmus. És persze sok életrajzi körülmény, meg egy légkör, a iskola, a osztálytársam légköre, és tovább fokozatosan eltávolított a hittől, és bizony mondhatom azt, hogy lehet, hogy harmonikusabb lett volna az életem, mint ez a korszaka, ha ez nem történik meg. Másik oldalról meg kellett küzdenem, és a filozófiával és a természettudományokkal foglalkozva, és ettől függetlenül persze életélmények, élettörténet, sors alapján is, visszatértem ehhez a hithez. Volt egy periódusom, amikor mondhatnám azt, hogy nem is voltam ateista, de szkeptikus és hát bizonyos mértékig hiteltelen voltam, főleg, tehát ez ilyen 11-2 éves koromtól, mondjuk 21-2 éves koromig, akkor már kezdtem visszatalálni ebben az irányba. Most ezen a területen, tehát a természettudományok, a filozófiával foglalkozás, a tudományfilozófia csak megerősítette az észreláció oldaláról, ettől függetlenül is természetesen visszatáltam valahova, ahol voltam a hithez, csak már megküzdve a hitért, és nem azért, mert belém nevelték gyerekkoromtól. Tehát ilyen szempontból ennek azért van jelentősége, mert megint visszatérnék Száva István a Hughes a Napvavíz című könyvére. Száva István egy populáris író volt, nem volt marxista, de ateista volt, és nagyon szuggesztív egyházellenes könyv, ahol Galileit hősként állítja be, az egyházat pedig meghamisítva egyfajta gonosz tudományellenes szervezetként. Tudjuk azt, hogy nem így történtek a dolgok. Fényi Gyula jezsuita szerzetesről írtam egy kis könyvecskét, és meg is jelent, hát eléggé szerint kivitelbe, szeretném egy szebb kivitelbe kirűzve megjelenteni. Ott nagyon szépen elemzem, hogy az akkori legújabb kutatások, most már 30-40 éves kutatások alapján, hogy igenis Galilei a jezsuitát nélkül soha nem lett volna Galilei. Ugye a Peterli Lászlónak van egy ilyen írása, hogy Galilei jezsuiták tanulmánya. Tehát igenis a Galilei tudományában nagy szerepe volt a keresztény teológiának és a vallásnak és a keresztény tudósoknak. És akkor lépjünk egyel tovább. A számomra nagyon megdöbbentő volt, amikor ugye a rendszerváltás után nyitottabbá vált a lépkör, és akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy miközben itt belül eltűnnek ezek a kimondottan marxista, vagy nem marxista, de más okok miatt ateista megnyilvánulások, amelyek a természettudományos és a vallás ellentétnek állítják be, egyszer csak nyugatról elkezdtek megjelenni és ömleni felénk a hasonló irodalmak, amiknek semmi köze nem volt a marxizmushoz, és akkor megint említeném Stephen Hawking, az idő rövid története, Dawkinsnak a vak órásmester, vagy a Daniel Dennett-nek a Darwin veszélyes ideája, és lehet sorolni ezeket az írásokat. Az fogalmazódott meg bennem, hogy ha Vladimir Ilyich Ulyanov, azaz Lenin élne, boldog lenne, és azonnal ezektől a szerzőktől cikkeket kérne a Harcos Ateizmus című folyóiratba, amit a forradalom után hoztak létre a vallásáni műveletbe. Tehát a harcos ateizmus, mint természettudományos ateizmus nagyon él. És sajnos kollégáim körében is, tudományfilozófus, filozófus kollégáim körében is ott van a ateizmus, és erősen hat még mindig az a teljesen hamis és rossz meggyőződés, hogy a természettudomány ellentétben van az Isten fogalommal és a vallással, és most értsük Istent úgy, hogy az elején próbáltam körülírni, télidőn kívüli, mindenható, örökkévaló, a világért valamilyen módon felelős, akár úgy, mint semmiből teremtő, vagy más módon felelős lény, amely vagy abszolútum, és a kereszténység értelemben mindenképpen abszolútum, vagy valamilyen értelemben alig korlátozott abszolútum, mint mondjuk egy neoplatonista, vagy a mai manicheista, vagy hasonló felfogásban. Na most ebben az értelemben véve Isten és a természet, Isten és a természettudományos ismeretek között nincs ellentét. A természettudományos tudás az alátámasztja, és racionálisan megközelítve, mintegy megerősíti azt a feltételezést, hogy létezik egy ilyen abszolútum. És ott zárnám le a dolgot, hogy ugyanakkor másik szempontból, és itt most Jáki Szaniszlót idézném, ez nem azt jelenti, hogy a természettudományos tudásban vannak rések, hiányok, és akkor pont az a bizonyíték Istenre. Pont amit tudunk, az, ami a világ rendezettsége, a természettörvények, a világ külön a fizikai és a egyéb összefüggésekben megjelenő harmónia az, ami egyfajta racionális, észszerű fölépülő világról, és ugye ez viszont már egy ilyen abszolútum felé mutat. Akkor erre térjünk vissza egy kicsit. Igen, de itt fejezném be, és akkor Jáki Szaniszlót idézném, hogy ne essünk bele a másik oldalra. Jáki Szaniszló egy helyen úgy fogalmaz, Jáki Szaniszló bencés szerzetes volt, aki az életét a hitvédelem, a keresztény hitvédelem és a katolikus keresztény hitvédelemnek szentelte, és ezen belül tudó, természettudomány és vallás viszonyában foglalkozott. Első nagy műve az volt az igazi nagy dobása, az egy nagyon mély és fogoly mű, a Fizika látóhatára címmel lefordították magyarra, és ott, meg egy másik írásom is fölemlít ezt a gondolatot, azt írja, hogy nincs szánalmasabb, mint az a teológus, aki a természettudós köpenyékbe kapaszkodva várja a bizonyítékot Isten létezésére. Tehát direkt bizonyítást várni a természettudománytól nem lehet, ez teológiailag is sokak szerint, például Jáki Szaniszló szerint elfogadhatatlan, de a harmónia egy ilyen Isten létezésének feltételezésében és a hit oldaláról a hitben és a természettudományos ismeretek között meg, és a természettudományos ismeretek ebbe az irányba tendálnak. Akkor azzal zárnám tehát, hogy én azt mondom, hogy egy ilyen Isten feltételezése filozófia szinten erről tudunk beszélni, és az, hogy nem csak feltételezem ezt, hanem hiszek benne, azt nem a természettudomány miatt hiszem benne, hanem sokkal mélyebb személyes okok miatt, és akkor visszatérünk a személyes Isten, és a természettudomány és Isten viszonyában viszont nem a személyes Isten, hanem egy ugyanaz a személyes Istennek csak bizonyos aspektusával kell foglalkoznunk, ami bizonyos esetben publikus és sokakban közös. Köszönöm, elnézést, a kicsit hosszabbra sikerült a hozzászólásom. Önmagában szinte levette az egész témát, amivel foglalkozni szeretnénk, és nagyon tanulságos, és nagyon tapasztalatgazdag és gondolkodásgazdag mindaz, amit hallottunk. Én visszakapcsolódnék oda, amit Tamás mondott az elején, ugyanis tehát érzékelem, vagy mondjuk úgy, hogy észlelem inkább a teológiai felfogásokat a háttérben, mint ennél a megközelítésnél, amit itt hallottunk, mint Kodácsi Tamás megközelítésénél. Tehát azt azonban ki kell hangsúlyozni, hogy az a fajta felfogás, amely a filozófusok Istenét élesen szembeállítja a hit tapasztalatnak az Istenével, még csak nem is igazából protestáns felfogás. Tehát Calvin esetében nyilvánvalóan nem, mert Calvin az institúcióban elég világosan megfogalmazza, hogy Isten létére racionálisan következtethetünk. Luthernek szintén hasonló felfogásai voltak, ami azonban egyértelműen meghúzódik egy ilyen megközelítés mögött, az egy újkori hitközpontúság, amely talán nem is protestáns eredetű, hanem janzenista eredetű, mutatjuk, itt Pascalra gondolok, de ott ugye Pascal mondta azt, hogy az ő személyes ítélménye megvilágosította őt arról, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob istene nem a filozófusok istene. Ez egy nagyon ismert állítása, amelyet leírt, bele volt a köpenyébe, a halála után találták meg ezt a szöveget. De van egy hozzánk közelebb álló személy, aki ezt a fajta nagyon éles ellentétet kihangsúlyozta, ez pedig nem Tillich, hanem éppen Barth Károly. Barth Károly az, akire itt most nem állom meg, hogy beidézem Heideggert a Fekete Füzetekből, aki azt írta a dialektikus, a Barthot nem említi név szerint, de azt mondja, a dialektikus teológia, ugye Barth így nevezte el a maga felfogását, kicsit félrevetető, mert a dialektika itt nem hegeli módon valamiféle magasabb szintézist, hanem éppenséggel az ellentétet kívánta kiemelni, hogy ez egyfajta gondolkodásbeli infantilizmus, de tehát igen, ez hogyan érdekes, de mindjárt átadom neked a szót, tehát ez inkább egy barthiánus megközelítés, és érdekes, hogy Barth Magyarországon nagyon erős hatást gyakorolt, nyilvánvalóan azért, mert 45 után ő azt a választ adta Ravasz Lászlónak, a Ravasz László református püspök megkeresésére, hogy el kell fogadni az isteni irányítás döntéseként, hogy Magyarország a bolsevik elnyomásnak a szélsőséges állapotába jutott, és akkor Barth valahogyan elfogadhatóvá vált ilyen vagy olyan burkolt módokon, és a barthianizmus, tehát mondjuk szemben Tillichel. Ugye Tillich szintén tilalom alatt volt, mégpedig azért, mert Tillich igazából szinte azt mondanám, hogy ugyan szisztematikus teológiát írt, de az nem teológia volt, az egy schellingiánus filozófia, amit Tillich produkált végeredményben, bár beleöltöztette ezt a tehát mondjuk a sötét alap, amire te is utaltál, és itt is nyilvánvalóan Schelling az, aki elsősorban fölmerül, ez Tillichnél is ott van a Szent Háromság tanában, de Barth az, aki ilyen módon nagyon élesen szembeállítja. Na most itt egy nagyon fontos kérdésre kitérnék, aztán átadom neked a szót, az evidencia bizonyítás fogalmaknak a tisztázása. És itt tényleg logikai értelemben kell eljárnunk. Tehát amikor azt mondta Székely László az előbb, hogy az istenérvek nem bizonyítják, hanem, hogy fogalmaztál? Alátámasztják. A racionális oldalról alátámasztják. Tehát ez a hitet, amitől túl van a ráción, a pascali értelemben alátámasztják. Igen, de azt szeretném mondani, hogy tehát ez egy valószínűségi megközelítés. De az én kérdésem az az, hogy például az evolúció, a biológiai evolúciónak a teóriája, az milyen mértékben bizonyított. Tehát az, hogy valamit bizonyított, az igazából egy nagyon magas valószínűséget jelent a természettudományokban mindenképpen. Ugye nem a matematikáról beszélünk, nem a Gödel-féle nem teljességi tételről beszélünk, amely egyszer mindenkorra matematikailag levezeti azt, hogy az axioma rendszerek, minden formális axioma rendszer szükségképpen tartalmaz olyan állításokat, amelyek az axioma rendszeren belül nem igazolhatók. Ez egy nagyon világos, teljes evidens. De a természettudományok, biológia esetében inkább valószínűségekről beszélünk. Ugye? Na most a katolikus álláspont, ezt ki kell hangsúlyozni, amely a 19. században újra meg újra megfogalmazódik, az, hogy az értelem merő használata, tehát pusztán logikai alapon Isten léte és tulajdonságai, bizonyos tulajdonságai minden kétségen felül biztosan megismerhetők. Na most igen, tehát hogyha átmegyünk a protestáns oldalra, akkor vannak, akik ezt mondják, vannak, akik barthiánus oldalon máshogyan gondolkodnak. Itt jelezni szeretném, hogy mit értünk azon, hogy Isten, itt elhangzott az, hogy abszolútum, elhangzott az, hogy hitélmény. Alig korlátozott abszolútum, erre majd szeretnék visszatérni. Korlátozott. Igen, alig korlátozott. Ez volt a definíció. Ez, na, hát pont ez a problémám, igen. Jó, de ez mondjuk szerintem itt a schellingianizmusnak. Hát, igen. Amikor jeleztem, hogy ez egy tágabb fogalom, ha a kereszténység kontextusában próbáljuk meghatározni elvontatlan föl alatt Isten fogalmat, tehát nem hiszem Isten fogalmat, akkor nincs nagy korlát, akkor teljes abszolútum. De kiemeltem, hogy az európai kultúrtörténetben jelen van ez az alig korlátozott abszolútum fogalom is, ami már nem keresztény, hozzátettem. És filozófusként ezt nem zárhatjuk ki, hogy ez jelen van ebben a kultúrkörben. Tehát én nem a keresztény Isten képére mondtam az alig korlátozott abszolútumat, hanem tényként az európai kultúrtörténetben, itt a nyugati kultúrtörténetben jelen van egy ilyen felfogás is, ami már a kereszténységhez kötődik, de attól el. Tehát én szeretném jelezni a beszélgető társaimnak, hogy a következő kérdéseket szeretném még föltenni. Mi az, hogy tudomány vagy tudományok? Lehet-e a tudomány releváns Isten kapcsán? Hit és tudás hogyan viszonyul egymáshoz, de ezt azért mondom, hogy nem kell azonnal mindent elmondani, úgyhogy most átadom neked a szót, mert nyilvánvalóan sok minden benned maradt. Igen, én barthiánus leszek, tehát nem akartam így belbújni ebbe a köpenybe, de úgy látom, hogy ez most rám került. Úgyhogy ezt fel is vállalom, abban az értelemben, hogy Barthnál az istenismeret az nagyon radikálisan nem a saját törekvéseinkből, keresésünkből, logikánkból és kultúrából fakad, hanem egyedül Isten kijelentéséből. És az Deus Dixit, azt mondja, hogy Isten szólt Tehát ez a kijelentés, amin keresztül nekünk Isten ismeretünk lehet, ez lényegében maga a módszer, amikor a dogmatika prolegomenát, az előszót a dogmatikához megírja, azt mondja, hogy ilyenkor mindig, amikor egy ilyen nagy rendszeres tudománynak a előszavát megírjuk, és ő is a bevezetőben azt írja, hogy itt le kellene tisztázni, hogy milyen módszereket használunk, milyen forrásokból építkezünk, és azt bontogatja ki, hogy ha ezek saját erőforrások, saját erőfeszítések, akkor nem jutunk el ahhoz az Istenhez, akiről a Biblia ír, aki ezt az egész világot teremtette, benne a mi eszünket is, meg a mi logikai rendszerünket is, főleg, hogyha ilyen klasszikus arisztotelészi logikával gondolkodunk. Tehát ebben az értelemben én hadd ragaszkodjam ahhoz, hogy ezek a megfogalmazások, amelyek filozófiai módon ragadják meg Istent, azok tényleg töredékesek. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ezek tényleg hasznosak, tehát az, ahogyan gondolkodunk Istenről, az, és ezt a teológusok gyakran elfelejtik, tehát szeresd a te uradat teljes szívedből, teljes eredből, teljes lelkedből, itt megállunk, és nem teszünk hozzá egy teljes elmédből, pedig az is ott van. Tehát az eszünket is érdemes lenne használni, és ez egy nagyon fontos dolog, és az, amikor Pál azt mondja, hogy tudom, kinek hittem, akkor az egy tudásról szól, tehát a hitnek, a klasszikus értelemben a fidelis kreditúrnak van egy olyan része, ami tanítható. Egyébként nem lenne értelme a hittanórának, nem lenne értelme erről beszélni. De ennek a töredékessége, és az alázat, hogy ezzel tényleg nem mi ragadjuk meg Istent, hanem egyszerűen megérzünk, tapasztalunk valamit Istenben. Én Schleiermachert ezért szeretem annyira, mert lényegében a kanti filozófia köréből ő rángatta ki a teológiát, most értsétek jól, tehát azzal, hogyha megmaradt volna egy kantiánus gondolkodásban egy morálteológia, és csak etikai normákba építettük volna be, és nem hozza be azt a feltétlen függésérzetet, amiben rosszul ez az érzet, tehát ez sokkal inkább nem érzés, hanem valami megragadottságot jelent. Én bármennyire is a liberális teológia atyának tartják Schleiermachert, ez egy hatalmas nagy dolog volt, hogy képes volt valami más forrást behozni a teológiába, ami nem az ész volt. És amire Barth épített, az abban teljesen igazad van, hogy ez egy nem hegeli dialektika. Tehát nem tézis, antitézis, szintézis, hanem tézis, antitézis. Annyi. És ez újra tézis, antitézis, tézis, antitézis. Tehát azok az ellentétek, mint az abszolútum némi korlátozása. Tehát, hogy ezek mind, nekem pont ezért tetszett ez, mert ez kilép abból a körből, amit mi meg tudunk ragadni, az észnek a köréből. De úgy, ahogy, és ezt hozzá kell tennem, úgy, ahogy nem tartom jó útnak akár a természettudományos istenérőket, beleértve az intelligens dizájnt és az értelmes tervezettséget, vagy mert az a természeti teológiának egy modern formája, számomra nagyon leegyszerűsítve. Tehát, hogy ahogy ezeket nem tartom sikeresnek abban az értelemben, hogy tényleg az Istenről tudnak beszélni, ugyanúgy az istenérveket, most itt Szalai Miklósnak kellene ülni, Róv száma. Múlt hónapban itt ült. Nagyon jó. Tehát ő az, aki ebben nektek, vagy a filozófiában, teista filozófiának a pont ellenpontja, aki istenérveket mutat be a különböző... De Tamás, hadd kérjelek most még arra meg, hogy akkor... Nem eszi. Nem, hogy a tudományok szempontjából, tehát mi értelme van azoknak a tudományos megközelítéseknek, amelyekre te is utaltál az egyik leveletben, tehát az antropikusság, az úgynevezett antropikus jellege a kozmosznak, az erre épített tulajdonképpen fizikoteológiai vagy fizikoteológiai érvelés, tehát mi értelmük van ezeknek az Isten valóságunkra nézve? Szerintem ezek, most értsétek jól, ezeknek a melléktermékei csodálatosak és segítik a teológus. Most a mellékterméket, mondok egy példát. Itt van például Swinburne-nek a beziánus istenére, a feltételes valószínűségre építve azt mondja, hogy 98%-ban be tudjuk bizonyítani, hogy Krisztus feltámadt. Azt mondták, hogy mi a Bayes. Igen. Bayes azt mondja, hogy a feltételes valószínűség az, amikor valami kondíció szerinti valószínűséget állítunk, például hogyha én ebbe a mikrofonba beszélek, akkor 100%-os a valószínűség, hogy én ebbe a terembe beléptem. És tényleg, az, hogy ebbe a terembe beléptem, a 100%-os a valószínűsége, ez így fura, de hogyha hozzáteszem azt a feltételt, hogy ebbe a mikrofonba beszélek, akkor annak elég nagy a valószínűsége, mert nem estem be. Hát ezt hogy fordítjuk le akkor az Isten létére? Swinburne azt mondja, hogy ha Krisztus, ha Isten inkarnálódott, akkor annak a valószínűség, hogy feltámadt, az 98%. És minden egyes Isten érve ilyen, tehát hogy van egy feltétele, a valószínűség számításban van egy a priori feltétel, amit feltesz, és abból következően egy nagyon magas valószínűségi feltételt állít. Ez önmagában szerintem nem elégséges Istenért, de arra viszont gyönyörűen rámutat, hogy az, hogy Krisztus feltámadt, abban lehet, hogy nem is az a csoda, hogy az, aki a mennyből lejött feltámadt, hanem egyáltalán miért jött le a mennyből. Tehát amikor elkezdjük, rákérdezünk arra, hogy rendben van, hogy ennek a valószínűsége ez, de az inkarnáció és a feltámadás közötti kapcsolatot maga ez a Bayes-tétel, vagy ez a Swinburne-i istenér erre gyönyörűen rámutat. És ennek ezt tartom, ugyanígy az antropikus elménél, amit említettél, ott sem gondolom azt, hogy az bizonyítaná, hogy ez a világ teremtett, ugyanakkor hihetetlenül kiélezi azt a kérdést, hogy ez a világ vagy teremtett, vagy egy olyan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy mázlink van, amit el se tudunk képzelni, hogy egy ilyen világban élünk. És abban a pillanatban, amikor ennek a kérdésnek a kiélezését domborítja ki észérvel, erre ezt tudom mondani, hogy ez ilyen szempontból egy zseniális érvelés, nem a teremtő létére való érvelés, hanem a kérdésnek a tétjét emeli. És azt gondolom, hogy ez a legnagyobb. Jó. Miért átadnám neked megint a szót, és nagyon szeretném, hogyha egy kicsit beszélnénk arról, amit angolul ID-nek szoktak rövidíteni, és teljes elnevezés az Intelligent Design, amelyre nézve van egy egészen fantasztikusan megért szócikkünk a Magyar Filozófiai Enciklopédiában, és abban maradtunk, hogy az Intelligent Design voltaképpeni magyar megfelelője a tervszerűség. De Székely Laci ezt nagyon okosan körbejárta, és a cikkében kifejti, ő írta a cikket, kifejti, hogy a tervszerűség nyilvánvalóan egy sokkal tágabb fogalom. Ezen belül egy szemete az Intelligent Design nevezett kortárs érvelések halmaza, amelyel nagyon sok probléma van természetesen, de mégis van egy ilyen bizonyos indexikalitásuk ezeknek az érveknek, tehát valamit világosan mutatnak arra nézve, hogy nem véletlen az, hogy a Föld létezik, nem véletlen az, hogy a Föld az élet lehetővé vált, nem véletlen az, hogy látjuk a csillagokat, csak hogy egy egészen más szempontot hozzak ide, nem magától értetődő a légköri sajátosságok olyanok, hogy éppen látjuk a csillagokat, mégis milyen döbbenetes, hogy látjuk a csillagokat, és a többi. Tehát erről nagyon jó lesz, hogyha meghallgatjuk Székely Lacit, mert komoly szakértőről van szó, de még hadd tegyem hozzá, hogy itt kénytelenek vagyunk egy kicsit elmozdulni, mert ugye a kiinduló pontunk az volt, hogy van egy Isten intimitás, amely valahogy az Abhängigkeitsgefühl, a Schleiermacheri, hogy mondjuk mondjam, a feltétlen függése. Igen, a feltétlen függésnek az érzése, vagy érzete, vagy tapasztalata, tehát ez a belső intimitás, amely egyébként mindenki előtt ott van, véleményem szerint, csak ideig-óráig lehet félre söpörni, de a mi témánk inkább az, hogy a tudományos érvelések, A kortárs tudományos érvelések, itt most elég szárna véve, de vehetjük akár a biológiát, akár a kozmológiát, vagy a matematikát, mennyiben segítenek bennünket hozzá ahhoz, hogy ezt a egyébként pótolhatatlan és nem levezethető intimitást, nevezzük bármilyen kifejezéssel ezt az Isten intimitást, ezt publikusan, megközelíthetően tudjuk előadni, akadémiai szinten, tudományos értelemben tudjuk elmondani. Na, és akkor itt jönne az, hogy te mit gondolsz. Igen, még mielőtt rátérnék az antropikus elméletre meg a tervszerűségre, tulajdonképpen egyetértek azzal, ami a kollégám elmondott, csak szeretnék, tehát teljesen egyértelmű, hogy az az elvontabb filozófikus istenfogalom, amiről én beszéltem, az csak egy töredékes. Hát én utaltam erre, hogy pont erről van szó, hogy a hit szerinti, a hit, amiben hiszünk Istenbe, aki hisz, az nem azonos, az egy nagyon belső és személyes élményen alapuló hit és istenkép, de nem arról van szó, hogy mindenkinek megvan a saját istenképe és egy nagy pluralista összeüsszaság vesz körül bennünket. Az európai kultúrtörténeti tradícióban vagyunk bent, és ebben a kultúrtörténeti tradícióban ennek a eredendő hitbeli Istennek megadhat egy olyan általános és mondjuk így kicsit csúnya szóval egy nyilvános vagy publikus filozófiai fogalma, ami csak töredéke vagy aspektusa az eredeti keresztény istenfogalomnak, de akár gnosztikus vagy más istenfogalomnak is, de nem ellentétes vele, csak egy aspektusa. És akkor itt visszatérnék a példámra, igenis a modern kultúrában és itt, ebben a kultúrkörben, amiben élünk, és itt most több száz éves távlatban beszélek elő, és a jelenről beszélek, jelen van az a konfliktus, amit én átéltem Szánta György a Hiúzalapba című könyve kapcsán. Jelen van az a konfliktus, amit az a hallgatóm átélt természettudomány irányába elkötelezett hallgatóm, aki mélyen keresztény hívő volt, és nem az ő személyes istenképe és az ő természettudományos meggyőződése és a természettudományos elkötelezettsége belső konfliktus volt. És éppen ezek a Balázs által hivatkozott racionális érvek, amelyek csak egy ilyen töredékes Isten fogalomra vonatkozhatnak, voltak azok, amelyek jegyében ezt az előadásaim nyomán feloltózódott benne. Na most ez egy kultúrtörténeti probléma is, és ilyen értelemben igenis szükség van az ilyen racionális, tudományos megközelítésre, a természettudománytól függetlenül is, és ezen túl kimondottan a természettudományokra hivatkozva is, hiszen egy olyan kultúrában élünk, ahol a természettudomány sokszor jönnek erről, mint egy át akarja venni a vallás helyét. De függetlenül attól, hogy ezt elfogadjuk vagy nem, súlyozott része a kultúránknak a természettudományos tanítás, és ilyen értelemben a természettudomány és akár a keresztény hit, akár más vallásos hit viszonyának a racionális és tudományos megközelítése is nagyon fontos, annak tudatában, hogy persze csak egy töredéke annak, amit a kereszténység értelmében Istenként élünk meg, én nem is azt mondom, hogy gondolunk vagy, hanem megéljük. És akkor, hát és ilyen értelemben a Pascalnak igaza van, amikor Descartes-ot és a racionális istenérveket kritizálja, mert annak révén valóban nem juthatunk el a bibliai Istenhez, de mégis fontos és szükség van erre, mert hát most nem akarom idézni a Szent Pál egyik megnyilvánosat, hogy arra utal, hogy a természet szemléletéből, a teremtésből, a látható világból is Isten felé mozdulhatunk el. A természeti teológia egyik alaptézise, és ennek a közegében mozgunk. Nyilván, hogy pusztán a látható világ rendezettségére, természetességére tekintve nem feltétlenül a Biblia Istenhez jutunk el, de nem egy idegen Istenhez jutunk el, hanem a Biblia Istennek egy aspektusához jutunk el, és mint utaltam rá, pontosan, hogy eljussunk és rávilágítsuk arra, hogy van egy ilyen a keresztény istenfogalomnak és minden ilyen abszolútumhoz kötődő istenfogalomnak van egy olyan aspektusa, amikhez így racionálisan eljuthatunk. Ezt, mint jeleztem a hallgatóm példáján is, ez nem egy egyéb példa, ez egy kultúrtörténeti probléma. És akkor térjünk vissza a tervszerűségre. A tervszerűség fogalom az ugye valamilyen módon arra utal, hogy ha megvizsgáljuk a körülöttünk lévő világot, már csak naív szinten, nem feltétlenül tudományosan, akkor is látjuk azt, hogy olyan jeleket mutat, mintha megtervezték volna, olyan célszerű megfelelésekkel van tele, mintha ez egy tervezett alkotás volna. Na most nagyon lényeges, hogy a természettudományos ismeretek nem megtagadják ezt, nem ellentmondanak ennek, hanem ezzel egy apró, finom összefüggésben megerősítik ezt. Ilyen például az antropikus egybeesések problémája, amikor nagyon furcsa, számszerű, például a fizikában számszerű egybeesések vannak, amelyek ha nem lennének, csak kicsit eltérnének, akkor nem lehetne földtípusú bolygó, és nem lehetne anyaghoz kötődött élet a kozmoszban. De hogy másik példát hozzak, ami nem számszerű, és nagyon jól meg lehet érteni. A legtöbb folyadék, ha lehűl, összesúgorodik, és megnő a térfogata. Gyakorlatilag egy olyan folyadék van elterjedt, és nem speciális, csak nagy ritkán előforduló folyadék van, ami másképpen viselkedik, a víz. A víz, mint tudjuk, amikor megfagy, kitágul, és -4 után kezd újra összezsugorodni. Na most a víz pont olyan elemekből áll, ugye hidrogén, oxigén, amik a leggyakoribb elemekhez tartozik a világegyetemhez. És ez a víznek ez a tulajdonsága, hogy kitágul, amikor megfagy. Ez egy antropikus, emberre vonatkozó tulajdonság. Miért? Hát aki foglalkozott az antropikussal, azt tudja, de talán nem mindenki, úgyhogy elmondom miért. Ha a víz a fagyáskor összehúzódna rögtön a nullapont alatt, akkor ahogy megfagyott a felszínen a tenger, lesüllyedne a megfagyott szilárd víz, és alulról hűtené és befagyna a teljes tenger. Tudjuk jól, hogy víz nélkül nincs élet, és tudjuk azt is, hogy az élet csak a vízben alakulhatott ki. Ha a tenger befagyott volna, a Föld -100 fokos hőmérsékleten lenne, a nap nem tudnánk felmelegíteni, és soha nem alakulhatott volna ki az élet. Na most ezen kívül nagyon érdekes, hogy a víznek még vannak egyéb tulajdonságai is, amik nagyon speciális tulajdonságok, és mind az élethez kötődnek. Antropikus, de nem csak antropikus, hanem biocentrikus, tehát a biológia az élet szempontjából sorsdöntő, hogy van egy ilyen vegyület. Na most, ha 1000 ilyen vegyület lenne, azt mondanánk, van 1000 vegyület, hát ha most a víz történetesen az a élet alapja, ha nem a víz lenne, akkor az sok ezer vegyületből egy másik lenne, de nem. Pont az a megdöbbentő, hogy a sok ezer vegyület között egy van, a víz, ami lehetővé teszi, hogy egyáltalán élet és értelmes élet kialakuljon. És még föl tudnék sorolni egy 20-30 ilyen sajátos egybeesést. De ettől függetlenül is, most nem akarok bele menni, nagyon sok szép, harmonikus egybeesés látható a világegyetemben, és a biológiai evolúció is arra utal, minthogyha az alacsonyabb, primitívebb információfeldolgozás szempontjából szerényebb struktúrától az egyre gazdagabb és a közvetlen anyagi meghatározottságtól egyre inkább elemelkedő, egyre inkább szabadabb szellemi jellegű lények felé mutatna. Ha ezt elfoglalkozunk, vizsgáljuk, és teljesen ezt teszi, akkor végül is azt látjuk, hogy a kozmosz evolúciója a kezdettől, a biológiai evolúción keresztül az ember irányába vezet, és ezt nem lehet tagadni. Ezek a tervszerűségnek a jegyei, amit a tudományfilozófusok egy része, és az ateista irányzat, amire a Balázs is célzott, megpróbál elmagyarázni, antropikus kivetítésnek minősíteni. De nekik kell magyarázkodni, hogy elmagyarázzák ezt a tervszerűséget. A természetes józanésszel megvizsgálva a jelenségeket, ez igenis vagy egy tudatos, tervszerű teremtésre utal, vagy arra, hogy a világon belül van valami értelmes, ható tényező, amely ilyen irányba formálja a világot. Tehát jelentemben nem feltétlenül a teremtésre, két lehetőség van, egyfajta ilyen félig panteista, vagy pedig egy ehhez hasonló a kozmoszon belül lévő értelem, vagy pedig egy külső teremtő értelemre utal, de mindenképpen értelemre utal, arra utal, hogy a kozmosz valamilyen módon áthatja az értelem, egyébként Albert Einstein is ugye erről sokat beszélt, és akkor itt térünk rá a értelmes tervezet elméletére. Az értelmes tervezet elmélete bizonyos, megmagyarázatlan, a biológiai evolúció bizonyos megmagyarázatlan összefüggéseire utal, és ezeknek a magyarázat hiányokra hivatkozva beszél tervszerűségről. Na most ennek a gondolatkörnek az a hibája, hogy ha meg tudnánk magyarázni azokat a lyukakat, például az első élőnek kialakulása, vagy bizonyos mutációk révén létrejövő fejlettebb struktúráknak a kialakulását, akkor az még tervszerű maradna. Tehát az, hogy tervszerű a világeltem, és az evolúció is tervszerű vonalat mutat, az független attól, hogy meg tudjuk-e magyarázni, vagy nem. És miért? És akkor itt elmondom a katolikus egyház teóriáján belül a hivatalos álláspontot, hogy Isten a világot közvetlenül beavatkozással is teremthette, és másodlagos okok alapján is. Na most már Leibniznél is szerepel ez a gondolat, de már Descartesnál is megjelenik, hogy Isten, mint mindenható bölcs teremtő, úgy is megteremthette a világot, hogy a kezdetben adott neki egy lökést és egy struktúrát és törvényeket, és annak révén kialakult a tervszerű rendezett világ. Attól, hogy ha így alakult ki a világ, akkor is tervszerű, és nem csak akkor tervszerű, ha természettörvényekkel megmagyarázhatatlan lyukak vannak benne, és bele kellett állandóan nyúlnia a világba. Ugye a Leibniz azt mondja, hogy ez a rossz szórásmester istene, hogy az a Istennek megfelelő kép, hogy Isten egyből úgy teremtette meg a világot, hogy a törvényei képesek aztán kifejleszteni a tervszerű világrendet. És ez nem deizmus, mert ez nem az isteni gondviselés, az elsősorban az emberi életre vonatkozik, másrészt az, hogy Isten így teremtette meg a világot, az nem zárja ki azt, hogy nem a világ szabályszerű természetvonos rendje tekeretbe, hanem abba belenyúlva azt feltük ezt, hogy bármikor belenyúljon a világba és csodákat alkosson. A kérdés az, hogy tehát, hogy a keresztény felfogással mi egyeztethető össze jobban, az, hogy Isten csodák révén avatkozik sok be a világba, a természettudomány, a természet fejlődésének rendjébe nem kell beavatkoznia, mert rögtön az elején mindent eldöntött egy előzetes terv alapján, vagy be kell avatkozni a természet rendjébe is. Az intelligens design ezt a utóbbit vallja, a katolikus egyház az utóbbi álláspontot. A lényeg az tehát, hogy a tervszerűség akkor is tervszerűség marad, ha teljes természettudományos magyarázatot kap minden külső hivatkozás nélkül, és akkor is egy tervezetre, egy értelemre utal, ezzel zárnám. Ez zseniálisan fontos gondolat egyébként, hogy akkor is megvan a tervszerűség, hogyha valamilyen magyarázatot kreálunk hozzá. Itt mielőtt visszaadom neked a szót, ezt ma reggel küldtem szét a kollégáimnak, ez a Scientific American-nek egyik nem olyan rég megjelent cikke, amely egy interjút közül Marcelo Gleiserrel, brazil születésű, de az Egyesült Államokban dolgozó fizikussal, aki voltak éppen a tervszerűségnek a tágértelembe vett. Itt volt egy, biztos észrevették, volt egy nagyon finom megkülönböztetés, a tervszerűség az általános design elméleteit írja le, az értelmes tervezettség, vagy tervezett, ahogyan te fogalmaztál, ez egy jó szóválasztás, az pedig a konkrétan a Discovery Institute-hoz tartozó Intelligent Design-nak az elméleteire vonatkozik, ahol egyébként véleményem szerint zseniális emberek dolgoznak, de valóban problémás állításokat is tesznek, a másra vissza nem vezethető komplexitásoknak az érvelési vonalán mozognak, ezek nagyon érdekesek, de nem akarok itt leragadni, hanem azt akarom kiemelni, hogy ez a bizonyos Marcelo Gleiser azt mondja, hogy ő az úgynevezett ritka föld hívőknek a táborát gazdagítja, ő egy széles körben elismert fizikus és kozmológus, és a ritka föld az pontosan azt jelenti, hogy egészen rendkívül és egyedi az, hogy van olyan planéta, mint a Föld, a maga döbbenetes gazdagságával, csak hasonlítsuk össze az itteni élet gazdagságot azzal, amit a Marson látunk, vagy a Holdon látunk, tehát ez nyilvánvalóan valami egészen különleges dolognak hat. Na most úgy szoktunk eljárni, hogy a hallgatóság is hallgat kérdéseket, de mielőtt még ide visszajutnánk, azért én szeretném a Kodácsi Tamásból valahogyan kihúzni azt, hogy akkor most véleményed szerint mennyire van értelme a hit szempontjából, a tudomány oldaláról, az tágértelemben, a távszerűség oldaláról megfogalmazott érveléseknek. A teleológikus istenérvek, tehát azok, amikor valaminek van egy telosza, egy célja, és azt mondjuk, hogy ez a világegyetem, ez megy valahova, és ezt a társszerűséget látjuk. Ezzel egyrészt úgy tudok azonosulni, úgy is, mint kálvinista teológus. Tehát, hogy a Calvin szerint ennek a világegyetemnek van célja, Isten dicsőítése. És ebben a pillanatban, amikor azt mondja, hogy Isten dicsőítése, egyrészt teljesen teleológikussá teszi a világot, ugyanakkor ezt a célt a világon kívül helyezi. Tehát azért vagyok egy kicsit szkeptikus a értelmes tervezettség elmélettel, mert lényegében, úgy, ahogy Székely László is mondta, ez egy megerősített, van egy olyan alapkoncepció, hogy szeretnénk megerősíteni azt, hogy ezt a világot Isten teremtette. És amikor ezt sikerül megerősíteni, akkor hátradőlünk és azt gondoljuk, hogy jaj, de jó, meg tudtuk erősíteni, csak az a baj, hogy ez amit megerősítünk, az egy arisztotelészi prima causa, egy olyan Akvinói Tamás által megkeresztelt elv, amiben egy elsődleges elvet lényegében keresztelünk meg, vagy ratifikálunk, és azt mondjuk, hogy már pedig ez létezik, csak ez egy olyan istenképhez vezet, ami csak egy racionális istenkép lesz. És nekem ez a féloldalasság az, ami igazán zavar ebben a dologban, hogy ez az első mozgat, ez nem ugyanaz, mint a zsoltárok által leírt teremtő atya, hanem csak egy teremtő ok. És ahhoz, hogy ez atya legyen, ahhoz most eszembe jutott Kierkegaardnak a vagy-vagyban írja rá, hogy van még egy istenérv, amit a tudósok nem fedeztek fel. És ezt pedig Arisztofanész a lovagok drámájában találjuk meg, ahogy Démoszthenész és Nikiász beszélget. Démoszthenész, hiszesz te Isten? Igen. És mi a bizonyítékod rá? Tulajdon engem vert meg, de nagyon. És ugye abban a pillanatban, amikor egy ilyen egzisztenciális istenérv jelenik meg, amiben a saját tapasztalat jelenik meg, az jó könyve, ahol Isten azt mondja, hogy te övesz fel derakadat, te vagy az, aki a hegyeket építette. Tehát pont azt látom ebben, hogy egy olyan Isten kép felé vezet bennünket az intelligens tervezés, vagy a teizmusnak a filozófikus Isten képe, amire mondhatjuk azt, hogy olyan, ami belefoglalja a mi személyes istenképünket, de én ezt sokkal inkább ellentétnek látom. Lehet, hogy ez az én új generáció miatt van, vagy újabb, tehát hogy én, amikor egy matematikussal beszélgetek arról, hogy Isten kicsoda, akkor az nem matematikai képletekben van, de nagyon szeretem azokat is, hanem sokkal személyesebb, és valaminek a részesei leszünk, és nem egy dolgot oldunk meg egy egyenletben, hanem valami egészen másnak leszünk a részesei. És ilyen értelemben a tudománynak a rácsodálkozása, vagy a tudománynak az egyszerűsége, az szerintem nagyon sokat tud segíteni és alakítani a gondolkodásmódunkon, de ha ezt megerősítésnek akarjuk használni, akkor azzal szerintem mellélövünk. Tehát egy olyan istenképet alakítunk ki, amitől én inkább óvakodnék. Most nagyon világosan elkülönülnek itt az álláspontok, és akarsz erre röviden válaszolni? Igen, nagyon röviden. Nem véletlenül kezdtem azzal a hallgatómmal, akiben belső konfliktus volt a természettudományos elkötelezettsége és keresztény hite miatt. Ez egy kulturális jelenség. Nem arról van szó, hogy a természettudományok révén eljussunk egy teljes keresztény istenhithez, az sokszor, többször utaltam rá, hogy ez egy belső személyes dolog, és részben éppen a Biblián alapul. Az én számomra egyébként elsősorban az Új Szövetség az, ami ilyen szempontból meghatározó, és kevésbé az Ószövetség. Tehát kultúrtörténeti jelenség, hogy a természettudomány és a racionalizmus oldaláról megkérdőjelezik Isten létét, és különösen a keresztény Isten létét. Kultúrtörténeti jelenség, hogy ez számos esetben konfliktusokat okoz a hívő emberekben, és egy bizonyos értelemben kultúrharc is folyik. Na most első pont, és itt le is zárom, könnyen belátható, hogy az az ellentét, amely a természettudományos tudás, a természettudományos világkép és a keresztény hit között van, az nem áll fönt. Hamisak az erre vonatkozó természettudományos érvek, túlértékelik a természettudományt, túlterjesztik a saját illetékességi körén. Ez az első pont. A második pont, hogy nem csak arról van szó, hogy nincs ez az ellentét, amit a másik oldal állít, hanem megfelelő észhasználattal, racionálisan gondolkodva beláthatjuk, hogy a természettudományos tudás, a természettudományos világkép, a természettudományos ismeretek az transzcendens értelem, vagy pedig a világon, vagy egy világon belüli értelem felé konvergálnak, tehát nem a materializmus felé, nem az ateizmus felé, hanem egyfajta istenhit felé, legyen ez egy panteista, vagy akár egy hagyományos keresztény istenhit. Ezek tények, kulturális tények is jelen vannak, és ezzel a kihívással foglalkoznunk kell. Nem az a cél, hogy eljussunk Ábrahám istenéhez, vagy eljussunk az Új Szövetség istenéhez ilyen úton. Ezen az úton sose juthatunk el, és aki csak azért hisz Istenbe, és csak úgy hisz, ahogy ez a természettudományos elméletek racionális elemzéséből fölsejlik, az nem keresztény értelemben hisz Istenben, hanem az egy valami másfajta Istenben hisz. De a keresztény Istentől, fogalomtól és Isten képtől, az abszolútum képtől nem idegen az, hogy kezdetben Isten teremtette a világot egy tervezet szerint, és elrendezte értelem és érzelem a jó és a rossz szerint a jó oldalára és javára. Súlyos probléma vetődik itt föl, azért jön be aztán a korlátozott abszolútum, a sötét alap problémája, amit ugye a keresztény teológia egyik legsúlyosabb probléma, hogy ezt kezelje, bár igyekszik ebből állandóan kibújni, de most nem akarok belemenni. Tehát nagyon lényeges, hogy te azt várod, hogy itt a természettudományból eljussunk a keresztény hithez, mikor nem erről van szó, fordított dologról van szó. Természettudomány alapján támadják a keresztény istenképet és minden hasonló személyes és teremtő és alkotó és istenképet, és arra hivatkoznak, hogy objektív módon a természettudomány cáfolja ezt, és akkor már nem lehet, ha ezt cáfolja, akkor az az istenképet is cáfolja, és akkor ott van a konfliktus, ami a hallgató megért. Tehát erről van itt szó, és ugye Kodácsi Tamásnak igenis igaz van abban, hogy a hit az elsődleges, de meg kell mutatni azt, hogy a hithez, mondjuk így, vagy Pascal használva a szív tudása mellett, a ráció útján is ugyanoda jutunk el, a utóbbi gondolat már ugye nem Pascali gondolat, hanem a így zárnám le ezt. Igen, hát hogyha ez az út, a természettudomány útja nem az Ábrahám istenéhez vezet el, akkor teljesen jogosan támadják az új ateizmust. Nem azt mondtam, hogy nem oda vezet el. Ha azt az Isten támadják, igen, tehát hogyha a filozófia vagy az intelligens tervezettség Istenét támadja az új ateizmus, akkor támadják. Ugyan, tehát a problémát ott látom, például Alistair McGrath-nak a Dawkins istene, ami egy Dawkins istenének egy cáfolata, a Kaligram kiadó adta ki, abban McGrath, aki egy hihetetlen jó, nagyon jó teológusnak tartott, tehát más művei, a Justitia Dei és egyebesen nagyon jó. És ebben egy bizonyságtételt tesz az elején, hogy ő, mint egyébként eredetileg mikrobiológus, hogyan olvasta Dawkins-t, mint mikrobiológust a házi ércé csipegetésével, és hogy ebből milyen következtetéseket volna. És utána rátér Dawkins cáfolatára, és végig biológusként cáfolja Dawkins. De ennek van értelme akkor. Van értelme, viszont... Megrász ugye evangelikális, ha jól emlékszem. De elvesztette a csata megnyerésének a lehetőségét. De miért? Nem azt mondta, hogy elvesztette a csatát, hanem elvesztette a csata megnyerésének a lehetőségét, mert nem teológusként érvel emellett. És azért nem... De aztán teológusként is érvel. Ebben a könyvében nem, de egyébként igen. Igen, tehát tele van a YouTube a köztük róló vitával, és ő is ki tud lépni ebből, és azt mondja, hogy nem a következtetések, tehát az arisztotelészi logika, vagy bármilyen más ezt meghaladó logikának a következtetései nem alkalmasak arra, hogy Isten létét vagy nem létét alátámasztjuk, vagy azokat az állításokat, amik teológiai állítások, mert a teológia sajnos a logikán kívüli paradoxon áll. De ő azt mondja, hogy nem, hogy a szigorúan kinyilatkoztatott igazságok, tehát például a Szent Háromságnak az igazolására nem alkalmasak. A természettudományos alapon álló érvek, de mindenféle konvergálnak arra, hogy az ember eljusson abba a fázisban, hogy be tudja fogadni az Isten hitet. De most először is elnézést kérek, tehát érzékelem azt, hogy az energiánk fogytán van. Én is, mint 30 éve egyetemen tanító ember, de van egy ilyen kifinomult észlelés, amikor... De valószínűleg egyébként ez egy fizikai dolog, hogy az emberek elkezdenek mocorogni, de itt mindig lehet kérdezni ezeken a találkozókon, úgyhogy én most megadnám a szót, ez lehet tartott 5 percig, 10 percig, tessék néhány kérdést föltenni, jelentkezni, esetleg be is mutatkozni, csak név alapján, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, hogy Zsolt vagyok, Dr. Augusz, és olvastam nemrég a Nikolás Kúza püspökét Miklósnak az egyik dilemmája, ami furcsa módon 500 év múlva az én dilemmámmal találkozott, hogy mi van az idegen lényekkel. 500 éve ő is erre gondolt, hogy Jézus őket is megváltja, tehát az antropikus elv akkor itt borulni látszik. Mi van, hogyha a Frank Drake egyenlet szerint több ezer lakható bolygón van, csak még nem találtuk meg. Tessék, mit gondoltok erről? Én nekem erre nincsen. Ugye az antropikus elvek azok két nagy elméletet állítanak egymással szembe. Az egyik a multiverzum elmélet, aminek van kb. 4 fajtája, vagy 4 altípusa, ami azt jelenti, hogy az egyik, sok, nagyon sok, végtelen sok lehetséges világegyetem közül a miénk éppen olyan, ami megengedi ezt a színalapú életet és az értelmes gondolkodást, és mi, mint emberek, ebbe vagyunk. Ezt lehet ilyen szuperhúrálmélet szerint gondolni, vagy a kvantumvilág szerint, mondjuk Sliders, hogyha filmeket akarok, vagy Star Trek, ilyen különböző félrenyukakon át keresztül mehetünk a világon, vagy oszcillációs világegyetem, hogy nagy boom után nagy recs, nagy boom, nagy recs, nagy boom, és akkor éppen egy olyanban vagyunk, amiben mi ebben gondolkodunk. És az antropikus elv azt mondja, hogy ahogy ez kialakuljon, ez iszonyatosan nagy véletlennek, vagy egy tervezettségnek kell, hogy meglegyen. De ennél többet nem tud mondani az antropikus elv, mert csak ezt a kérdést tudja iszonyúan kiélezni. És nyilván ebben a keresztény teológusok rögtön meglátják azt a bizonyítékot, hogy hát ennek olyan nagy valószínűségnek kell lenni, hogy mintha egy tollat így megállítani 13,8 milliárd éve, és ez a toll így állna, és nem hullott még szét a világegyetem, meg nem is omlott össze a Friedman egyenletek szerint. Ez oké. De az, hogy ebből én azt vezessem le, hogy márpedig itt egy tervezettségről van szó, ez egy olyan logikai lépés, ami magában a természettudományos gondolkodásmódban szerintem nincs benne. A kérdésére visszatérve, az, hogy lehetnek olyan más világegyetemek, amelyekben még intelligens tervezés van, erről fogalmunk nincs jelenleg. Nagy, hogy mondjam, pénzeket és energiát raknak abba, hogy a kozmikus háttérsugárzásban olyan mintázatot lássanak, ami valamifajta rendezettségre utal, és akkor több dimenziót is használva esetleg más világegyetemekre következtessenek, ilyenek vannak, de jelenleg ez mítosz. És azt tudom mondani, hogy a keresztény teológia, amikor a semmiből való teremtés gondolatát megfogalmaztak, az nem keresztény volt először, hanem egy gnosztikus gondolat volt. A valentinianuszi rendszerben aljónok jelentek meg sorba, és még mentek tovább, és egy Bassilidész azt mondta, hogy most már ennek legyen vége, mert hogy az eredeteknek a birtoklás az lényegében a tudás és a jelen birtoklását is jelenti, és semmiből teremtett a világ, semmiből jött létre a világ, és 50 év múlva ezt átveszik a keresztény teológusok. Én ugyanezt látom most is, hogy ez alapvetően meggyőződés kérdése, és nem pedig érvelésnek a kérdése. Jó, köszönöm szépen, te is akartál ehhez. Igen, hát először is, hogy a multiverzum elméletek nulla, mint tudományos elméletek, ezek egyszerűen ideigúlag konstruált kiutak az ateizmus megvédése érdekében. Teljesen igaza van a Paul Davis fizikusnak, aki ilyen témákról írt könyveket, hogy 100-szor racionálisabb akkor már egy tervező-teremtő feltételezése, nem akarok ebbe tovább belemenni. Na mostan a antropikus elv helyesebben megfogalmazva, vagy általánosban megfogalmazva a szén alapú értelmes élet elveként lehetne használni. De jelenlegi ismereteink szerint csak egyetlen egy szén alapú értelmes életet ismerünk, az emberi életet. 1001, és itt van a ritkaföld elmélet, aminek tovább megyek, hogy a Tipler nevű kozmológusnak 30 évvel vagy 40 évvel megjelent egy könyve, hogy egyedül vagyunk a világegyetemben, és amellett érvel, hogy tudományos megfontolások alapján is nagyon volt, hogy csak a Földön van értelmes élet. Tehát igen komoly tudományos érvek szólnak amellett, hogy egyedül az ember az értelmes szén alapú élet, de ha mégis kiderülne, hogy nem így van, akkor is érvényesek lennének az antropikus elvek. A mai természettudomány, a mai részecskefizika, a mai fizika, a mai kozmológia alapján ugyanis anyaghoz kötött értelmes élet csak szén alapú értelmes életként képzelhető el. Az meg, hogy anyagtalan élet van itt a világegyetemben, az már egy más kérdés, nem természettudományos kérdés. És megint visszatérek arra, hogy nem a levegőbe és általánosságban vetődnek fel a problémák. A természettudományos kultúra és a természettudományos tudás kontextusában. Ebben a kontextusban alaposoknak van feltételezni, hogy nagyon kevés értelmes szén alapú élet lehet a világegyetemben, de értelmes anyaghoz kötött élet csak szén alapú lehet. Másrészt ebben a kontextusban a multiverzum elmélete vámt is állítanak ezzel szemben a ateista fizikusok, teljesen adhok elmélet, ideológiai konstrukció annak érdekében, hogy az ateista érvelést védeni lehessen. Igen, ebből indultunk ki. Én egy kérdésre van még idő, hogyha valaki szeretne kérdést vagy kommentárt meg. Tessék, parancsolni. Horváth Péter vagyok. Én egy olyan kérdést szeretnék röviden föltenni, ami úgy vezetnék fel, hogy amikor Törőcsik Marit megkérdezték, hogy hisze Istenben, vagy Istenről kérdezték, és a hitéről, akkor ő azt mondta, hogy egész életében, tehát ő úgy van Istennel, mint Einstein. Hogy Einstein azt mondta, hogy egész életemben materialista tudós voltam, sem a vallással, sem Istennel nem foglalkoztam, de most rá kellett jönnöm, hogy Isten nélkül nem megy. És én arra szeretnék rákérdezni, hogy lehet-e ezt tudományosan valóban megragadni, tehát hogy Isten nem-e annyira értelmen túli, hogy ezt meg lehet-e egyáltalán? Jó, világos, ez azt hiszem, hogy inkább a Tamáshoz intézett kérdés. De nagyon köszönöm ezt a kérdést, és az előzőt is elfejtettem megköszönni. Leszé, akit idézünk, ő is azt mondja, hogy az ő istenképe pont ebben a cikkben, ebben a riportban Einstein istenképéhez hasonlít. Einsteinnek én azt gondolom, hogy az ő istenképében a kulcsfogalom az, hogy ő Istenre szuperpersonális módon tekintett. Tehát nem természet fölötti módon, hanem személy fölötti módon, és Dürrenmatt mondja, hogy egyszer már úgy tekintek Einsteinre, mint egy áruhás teológusra, annyit beszél Istenről. De az ő istenképe az lényegében egy nagyon kifinomult természeti teológián alapuló istenkép volt, ahol azt mondja, hogy azokat a personális jegyeket, amik akár Jézusban, az emberélet Istenben megjelennek, azokat ő elutasítja. De azokat amelyekben a természetben, lényegében a szövevényes természetben megjelenik, azt mondja, hogy God does not play dice, Isten nem szerencsejátékos, tehát nem, nincsen, ő is ugyanígy lényegében a tervezettség mellett érve, de ez számára lényegében egy természeti teológia módján jelent meg, és az a megragadottság, ami mondjuk egy keresztény istenképben megjelenik, vagy Istenhez való viszonyban, az ilyen értelemben Einsteinnél hiányzott. Tehát ez az pont a szuperpersonális miatt. Ő maga egyébként egy ilyen spinozai gondolkodásmódban, egy ilyen panteista, vagy panteizmushoz hasonló Istenben gondolkodott, Istenképre gondolt, és ezt ragadtam meg. Lényegében a természetnek az ismerete. Ugyanúgy az, ahogy azt mondja, hogy a fény, egy foton hátán kéne végig lovagolni és úgy látni a világot. Tehát mondjuk ahogy ő a fényt megismerte, és ahogy azon keresztül látta a világot, azért azt kell mondanom, hogy ez csodálatra méltó, még hogyha azt is tudom mondani, hogy ez a szuperpersonális istenkép, ez nem teljesen a Biblia Istenel, hogyha az új szövetséget is beleveszünk. Jó, nem tudom, hogy nem lenne okosabb esetleg ott fönt egy téma mellett folytatni a beszélgetést. Egy rövid mondatot mondok legyen. Ami elhangzott, az a közismert és elterjedt Einstein felfogás, és valóban ez uralta Einstein gondolkodását, de két mozzanatot meg tudok említeni. Egyrészt Einstein több ízben nyilatkozott arról, hogy Isten két módon nyilvánul meg. Egyrészt a fizikai világ vagy a kozmosz rendjében, másrészt a zenében. Ami egy kicsit árnyalja a panteista felfogást, és megmaradt emlék Einsteinről, hogy amikor jehudi gyerekként, még 12 éves korában Berlinben koncertet adott, a koncert után Einstein lerohant az öltözőbe, és azt mondta neki, most már tudom, hogy létezik Isten. Tehát nagyon fontos, hogy Einstein számára Isten nem csak a fizikai világban nyilvánul meg, hanem megnyilvánul a zenében is. Hát persze ez nem mond ellent a spinoza istenképnek, mert sőt. A Spinoza szerint végtelen sok módon nyilvánul meg Isten, csak a természetben látjuk. Isten a zenébe is látta. És tulajdonképpen érzelmileg, meg az eszemmel is, meg a zenei élményeimmel egyet is tudok érteni, hogy valahol a zenében is nagyon mélyen. Igen, ez egy nagyon, nagyon fontos megjegyzés volt, azt hiszem, hogy ezzel csak egyet érteni tudunk. Itt be kell fejeznünk ezt a beszédet, ezt a beszélgetést és vitatkozást. Láthatóan nagyon sok irányba tudnánk folytatni még végtelen sokáig szinte. Egyébként nyilvánvaló, hogy Isten, itt az abszolútum, az azt jelenti, hogy nem lehet annyira távol, hogy ne legyen egészen közel is egyszerre. Tehát ez már egy teológiai, logikai, teológiai állítás. Tehát nem a végtelen nem tudjuk elkülöníteni magunktól, mert akkor az nem végtelen. Ez lenne talán egy válasz szintén a föltett kérdés. Úgyhogy nagyon köszönöm először is Kodácsi Tamásnak és Székely László kollégámnak a megjelenés és a rendkívül érdekes kis előadásokat, és önöknek pedig az, hogy eljöttek, és remélhetőleg jövőre is folytatjuk ezt a beszélgetés sorozatot. Köszönöm még egyszer!